kezdődik először is, ugye, hogy a tojásokat megtisztítjuk, megfőzzük, aztán mély viasszal dolgozunk. Van hozzá egy ilyen iróka, vagyis mi úgy nevezzük, hogy kitte, és ezzel mondjuk régen is volt, aki mondjuk libatollal csinálta, olyan is. Na de mondjuk én, mióta csinálom, mindig ilyennel készítem a tojásokat, és mondjuk az egy némelyik tojást beporozzuk, úgy nevezzük, hogy aranyporral, de viszont bronzal is, csak azért a sárga bronz mutatósabb, mint az ezüst. De a hagymahéjba is ezt a tojásokat szoktuk betenni. Előre elkészítjük, beáztassuk a hagymahéjat, felforraljuk, de mikor kihűl, csak akkor az írott tojásokat, csak akkor rakjuk bele, és oda tesszük főni. Valójában jobb, ha megfőzzük előre a tojást, mert mondjuk akkor nem kell olyan hosszan, mert ha nagyon sokáig főzzük a hagymahéjba ott, akkor a hímje is összefogódik, hogy olyan mocskos lesz. Hát ugye azért máma már inkább a csoki tojást, nem, meg hát ki mit. Lehet, hogy annak jobban is örülnek, de ez még a hagyomány miatt megvan. Nálunk ez már régi hagyomány, és valójában mély viasszal kell dolgozni, mert éppen volt olyan is, aki mondjuk csinálta parafinnal, na de mondjuk a parafin az nagyon fut, és ez a viasz, ez a megfelelő, ez a legjobb. Persze tudni kell rajzolni, ilyen mintákat, megmondom, hogy virágmintákat általában csinálunk. Hát ki miért, mondjuk ez is, ez egy szegfűs. Csináltam éppen a tegnap este számot, ki vagy 50 éve, mert én már mondjuk 73 éves vagyok. Most is van előre, láthatólag biztos kell lesz vagy százat megcsinálni. Csak hát az embernek ugye egyre kevesebb a türelem, meg, de az kell hozzá türelem, meg rajzolni. Mondjuk hát én mindig is szerettem rajzolni, csak megtanultam ugye ezt a hímezést is, csinálgattam azelőtt, régen a mamámnak a testvérje csinálta, aztán majd mikor mi átvettük, akkor nagyon szerette csinálgatni ezeket a tojásokat. Mikor már mi is hozzáfogtunk, akkor mondta, hogy jaj, azt mondja, én már nem csinálom, mert azt mondja, én már látom, hogy a tiétek jobb. Csinálják ezt nálunk többen, hát van már, aki úgy átvette a minta, nem csak a mintákat, általában úgy szokott lenni, hogy ha megrajzolunk egy mintát, de nem kötelező, hogy ugyanazt rajzolja a másik is, mert csinálhat valami, mindenkinek az ő fantáziájára lehet bízni.